Ideális helyszínnek bizonyult az Avangard GP versenysorozat lebonyolítására a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda új sportcsarnoka. Az Avangard Vívó Sport Egyesület december 10-én első alkalommal rendezett ilyen nagyszabású vívóversenyt városunkban. Pest megyéből, Érdről, Győrből, Pilisvörösvárról, Szekszárdról és Veresegyházról is érkeztek versenyzők, hogy megmérettessék magukat a Komáromban is egyre népszerűbb sportágban. Az Avangard GP az 5 éves időtartamban indult, ez az 5. évünk. Egy házi versenynek indult még annak idején Ászáron, ami innen nincs olyan túl messze, és most annyira nőtte ki magát, hogy 150 fölötti induló létszám van. Az utánpótlás korosztályt céloztuk meg először, és már a felnőttek is jönnek versenyezni. Egyre nívósabb, egyre többen, és úgy döntöttünk idén néhány hónappal ezelőtt, vagy talán inkább héttel ezelőtt, hogy a ászári sportcsarnok helyett egy sokkal patinásabb sportcsarnokot válasszunk, és hál' Istennek a létesítménynek az üzemeltetői tulajdonosai azok hozzájárultak ahhoz, hogy még az átadás előtt ugyan, de már itt versenyezhessünk. A csarnokban az újoncok izgalmas csapatversenyeibe tekinthettünk be. A Mikulás Kupa elnevezésű versenyen 13-14 páston jeleskedtek a jövendő nagy egyéniségei. A versenyt a Magyar Vívó Szövetség is támogatja. A Avangard GP ez egy versenysorozat, ez 6-7 versenyből áll, szeptembertől júniusig, pont verseny is egyben, tehát azért is népszerű, egyre népszerű, és szervesen illeszkedik a Vívó Szövetség által 25 évvel ezelőtt elindított olimpici mozgalomhoz, annak egy most már egy felkészítő versenyévé váltunk. Itt most már azok a vívók is, akik a menő utánpótláskorúak tudnak itt indulni, illetve azokat a gyerekeket, akik elkezdtek vívni egy-két hete, talán egy hónapja, és szeretnék kipróbálni magukat, hogy milyen is ez az igazi vívás. Ők itt be tudják gyakorolni, meg tudják, ki tudják magukat próbálni, és el tudják dönteni, hogy akarnak -e tovább, és ha igen, akkor milyen szinten. A versenyen korosztályonként hirdettek eredményt, az 1-től 8. helyezett díjazásban részesült. Minden versenyzőnek az elért eredménye után pont jár. Az utolsó versenyen csoportonként díjazzák a legeredményesebb vívót. A vívásban úgy vannak a korosztályok, hogy törpici, ez általában 10-12 éves korig, utána serdülő, ez ilyen 13-14 éves korig, utána pedig a felnőtt korosztályok vannak. Általában egyéni versenyek után a fiúkat és a lányokat együtt értékeljük egyszerre. Ez egy díszes felvonulás után egy díszes érem és egyéb ajándék átadást jelent. Majd az egyéni versenyszámok után jönnek a csapatversenyek, amelyek sokkal népszerűbbek, ott már hangot is lehet hallani a szülők részéről, a srácok és a lányok részéről is. Ez meg azért fontos, mert az olimpiára a vívásban csapatszinten kvalifikálnak az egyes országok, tehát az egyéni kvalifikáció az ritka, vagy legalábbis szorványos. Sokkal inkább a csapat, hogyha ott megfelel, benne van a 8-ban, a legjobb 8-ban a világon, akkor az olimpián indulhatnak. És nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a legkisebb korban már, hogyha ehhez szoktatjuk a gyerkőceinket, akkor mire odaérnek, addigra rutinosabban tudják ezeket a tapasztalatokat felhasználva kiaknázni az a lehetőséget. Az Avangard GP 3. fordulóján a dobogó legfelső fokára Varga Simon és Egri Fanni állhatott fel. Ezüstérmet kapott Riklik Zalán, valamint Tóth Eszter. A forduló bronzérmese pedig Kovács Leila lett. A versenyeredményről további információ az Avangard Vívó Sport Egyesület Facebook oldalán olvasható. A tervek szerint az Avangard GP következő fordulóját is Komáromban a Szent Imrében szervezik majd, mely turisztikai szempontból is kiváló helyszínt nyújt a sportolóknak és hozzátartozóiknak.